tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Szupi. Fasza. Akkor ugrok egy seggest. Jó, nézem. Jelszint. Jó. Ez lesz a koldópen, Open, ezt most mondom, mikor a <laughs> Boris Jelszint. Boris Jelszint. Jó, drági tovarancsi. Volt itt a Parallaxis. Tudományos és fantasztikus élmények Klaudiával aki földrajztanár, Miklósal aki fizikus, és Ádámmal aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media Tudományos és Fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 59. része. A mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Arra kértem mai beszélgető társaimat, hogy állítsanak össze egy, -egy szubjektív ötös listát a legjobb sci-fi filmekről és sorozatokról. Erről fogunk beszélgetni a mai adásban Ivanics Régál Klaudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja társaságában. Szia Klaudia! Sziasztok! Sziasztok! És Vince Miklós, az MTA elte Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, kedvenc alkotásai is sorra kerülnek majd. Szia Miklós! Sziasztok! Néhány hete kitettünk egy felhívást a Facebook oldalunkra, hogy várjuk azon öt téma ötletet amiket szívesen hallanátok, hogy kibeszélünk itt a műsorban. Kedves követőink, Nagy Ildikó Orsója és Sóti Dezső is érdekes témákat feszegetnek hozzászólásaikban, úgyhogy a felvetett témákról egy későbbi adásunkban mindenképpen beszélgetünk majd. Köszönjük a kommenteket, és természetesen, hogyha úgy érzitek, hogy valami ézgalmas, érdekes téma került a látószögetekbe, azt mindig bekommentelhetitek, vagy elküldhetitek nekünk e-mailben a podcastkukac.mtv.hu címre. Hát akkor kezdjünk is bele a mai listába. Claudia szerintem tied a, az elsőbség, kérlek, oszd meg velünk, hogy a te top 5-ös listád az, az mi, és azért kihangsúlyozom amit mielőtt átadnám a szót, hogy ez nem feltétlenül top lista, mint hármunk esetében, hanem egy ilyen rugalmas top 5. Igen, ezt én is pont ezzel akartam kezdeni, hogy amikor kiadtad ezt a feladatot, hogy akkor csináljunk egy top 5 listát uh, skifi sorozatokból és filmekből, akkor én így néztem, hogy az úgy lehetetlen. A, a másik pedig az, hogy, hogy uh, itt a top 5 az, az, az nem egy sorrend, szóval nem az lesz, hogy a, az ötödik lesz a legkevésbé kedvencem, és a, a, az első a, a legjobban kedvencem, mert ez ilyen iszonyatosan függő. Ö, inkább az, hogy hogy nagyon egy szinten van mind az öt, tehát hogy hogy kvázi az, így mind egyik az első ö, helyen van. és érdekes, amikor én kialakítottam ezt a listát, akkor hát ö, gyakorlatilag film az csak egy van rajta. És gyakorlatilag ami rajta van, abból is, ö, hát több az, ami, ami, ami adaptáció, tehát könyv, adaptáció, mert hogy én alapvetően inkább ugye regény olvasós típus vagyok. Sőt, hát amikor kiadtam a feladatot, ahogy te fogalmaztál, akkor is ugye az első kérdésed az volt, hogy könyv is lehet-e, szóval azért sokat elmond. Igen, tehát én egy egyből könyvet akartam, aztán persze nem az volt. Na, de hát akkor úgyis mindjárt, tehát én csak, csak bele fogok csempészni egy kis könyvet, mert ugye mindjárt az első a, a top 5-ös listámon, az első az a, a Stalker film természetesen. Ugye maga a könyv az a Piknik az árok parton címet viseli, és csak utólag ragasztották rá így a, a Stalker nevet ilyen hát becenévként, Ö, nem tudom, hogy így a, ti láttátok-e az eredeti ö, A stalker filmet, ugye ez egy, ez egy szovjet film? Az Ádám látta? Szóval az, Ádám látta. az Ádám látta, jó. Én nem én a Szoláriuszt láttam. Szoláriuszt láttad. Az is, is jó különben. Is, ugye? ugye itt az az érdekes a filmmel kapcsolatban, hogy még bőven a Szovjetunió alatt csinálták meg a filmet. Ezért egyrészt ugye át kellett mennie egy cenzúrán, és tök durva, hogy átment, annak ellenére, hogy a cenzúránál ugye egyrészt hát mindenképpen szerepelnie kellett annak, hogy valahogy a, a szovjet ö, idealizmust dicsőítset. Hát ilyen a filmben nem volt, mert hogy ez egy skifi, de de mégis átment a cenzúrán, annak ellenére. Tehát valószínűleg ez a, ez a három t ből ugye a tűrt-tilt támogatottból volt a, a tűrt ö, kategória. És ugye a másik érdekes, hogy azért ezt, ezt abban a korban megcsinálni egy, egy, egy ilyen jellegű skifit, a film teljesen más lett, mint a regény, mert hogy egy csomó dolgot nem tudtak megcsinálni. Nyilván, mivel nem volt meg a megfelelő technológia. Különben tök kíváncsi lennék, hogy hogy milyen lenne egy, egy stalker film a mai technológiákkal, és annak ellenére, hogy tehát sok minden nagyon más benne, ugye én olvastam a regényt is, megláttam a filmet is, mégis nagyon szép a film. Uh, amit én ki szeretnék belőle emelni, azok a nagyon hosszú vágás nélküli jelenetek. Tehát vannak ilyen, hogy mennek a kis hajtányjal be, ugye a zónába, és nem mutatnak mást, csak a főszereplők arcát. És, és még csak nem is feltétlenül látszódnak rajtuk érzelmek. Tehát ezt a filmet csak az nézze meg, aki bírja az ilyen hosszú, vágás nélküli jeleneteket, mert, mert sok, főleg a fiatalabb generációk, akik rá vannak arra állva, hogy mindig történik valami a vászna, mindig van valami izgalom, azok lehet, hogy unni fogják. Gondoljátok, hogy a nemes jeles László az lehet, hogy a stalkeren szocializál egyébként? Mm, nem szerintem inkább Tarbélán, mert ő, ő, meg ugyanez a kategória. Tehát a stalker film az majdnem, hogy művészfilmnek is belefér hát különben pont ezért a hosszú jelenetek miatt. Tehát igen, ez a, ez a Tar-Béla vonal szerintem, aha, igen, aha. abszolút, abszolút. Mondtad ezt a szovjet vonalat, és akkor megnéztem, hogy mikor csináltak a Starkert, és akkor hangolzónál, hogy 1979-ben, tehát meg csak nem is az van, hogy a Gorbacsovig Glasnost idején, amikor már kezdett felengedni a rendszer, hanem a mély-mély brezsnyevi években. Pontosan. És ennek ellenére mégis Átnyutott. Igen, Azért ment át, röviden és tömören, mert igazából nem volt benne semmilyen ö, szocialista ellenes filozófia, nem is volt benne olyan, ami támogatta vagy dicsőítette volna ez a az. szocializmust, Igen. de nem volt benne ellenesség, és ezért átment. Nem lehet, hogy én nem akarok semmi rosszat gondolni az ilyen régmúlt szovjet időkről, <kül> de nem lehet, hogy az van, hogy ilyenkor a cenzorok például nem értették, vagy a, vagy a döntéshozó nem értették, és rá hogy majd a nép se fogja érteni, meg, meg úgyse. Jó, de másfelől meg az annyira benne van a marxista alapvetésben, hogy, a, hogy az értelmes lény jövője nem lehet más, mint a, mint a megvalósult kommunizmus, mint életforma, hogy igazából bármilyen olyan jövőkép, ami ezt nem mutatja, az tulajdonképpen rendszerellenes egyébként a maga módján, mert hát ugye a marxizmusban ez egy teljesen alapvető tan, hogy, hogyha léteznek nálunk fejl... Van is ilyen könyvem, amit valamelyik szovjet írt, hogyha valahol léteznek értelmes lények a világegyetemben, akik több ezer, tízezer, százezer, bla bla, bla évvel előttünk járnak, akkor azok természetesen kizárólag a létező szocializmusban, kommuniz... sőt, mi több kommunizmusban élhetnek. Tehát ez kb. természeti törvényként jelenik meg. ezt szerintem egyrészt én egyetértek azzal, amit Ádám mondott, tehát, én hogy is nem értették gondolom, mert ezt tényleg egyszerűen átcsúszott. Igen, tehát szerencséje mert ez, volt. Az, amit tudok róla, az alapján ez nem kifejezetten azt a jövőképet mutatja. Menjünk tovább, és akkor a, a másik, ami viszont akkor most uh, sorozatozzunk egy kicsit, a Babilon 5. Szerintem sok. Nagyon vártam. Szerintem sokan ismerik, viszont azt el kell mondanom, hogy én az a személy vagyok, aki a Babylon 5-öt csak tavaly látta. Tehát én ezt 30 éven keresztül azt se tudtam, hogy Crow, létezik. aki egy kő öh... Annyira tudtam, hogy ez fog nem, 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 nem. Tehát, na, rólam ugye tudni kell, hogy én alapvetően fantazi rajongó vagyok. Tehát én Harry Potterrel együtt nőttem föl, majd jött a gyűrűk ura, és én onnantól kezdve én nagyon kemény vonalas fantazi rajongó voltam, egészen addig, amíg 13 évvel ezelőtt meg nem ismertem a férjemet. És akkor a férjem, aki ugye nagyon tényleg ilyen hard is, ő kezdett el így jobban a skiffi világába bevezetni. És mondja nekem, tavaly, pont így év eleje volt, hogy nézzünk meg egy régi szkifi sorozatot, akkor már túl voltunk a csillagközi szökevényeken, a csillagkapukon, Star Treken, az, az eredeti sorozaton kívül az összes Star Treken, és mondja nekem, hogy hát jó, nézzünk meg. És mi az? Hát Babylon 5 jó, miről szól? Hát űrállomáson játszódik. Hát mondom, jó, igazából nekem a Star Trekből is pont a Deep Space Nine volt a, a, kedvencem, pont azért, mert egy űrállomáson játszódott, biztos ezt is szeretni fogom, gondoltam én. És tényleg... <laughs> és nem tudom, ismeritek-e, van egy nagyon jó youtuber, Kenny Devan, ő leginkább skifi filmeket elemez, tehát a Retrosság YouTube csatorna, és ő például a múltkor csinált egy összeállítást, és ő is mondta, hogy ő a Babilonot csak most nézte meg. Tehát annak ellenére, hogy ő egy nagyon hard skiff is, ő se ismerte ezt, szóval <laughs> mosom kezeimet, és imádtam. Tehát én azt uh, az állítást teszem, hogy az összes skifi sorozat közül, akár régi, akár új, a Babylon 5 a lehető legjobb. Iszonyatosan jó az alaphelyzet, nagyon jó az űrállomás, nagyon jól ö, moderál a, a, a szereplőkkel, és, és nagyon jól fel van építve, és már megint be fogok hozni egy könyvet, az egyik legutolsó részben, amikor kicsit így elmennek a jövőbe, akkor van egy utalás, egy negyed rész, ami körülbelül úgy néz ki, hogy a világ ilyen korban van, és ott van egy utalás az én kedvenc könyvemre, a Miller Junior által írt Hozsanna néked Lejbovic című műre, ami szintén egy ilyen posztapokaliptikus atombomba háború után játszódó. Nem tudom, ismeritek-e különben ezt a művet, hogy hozzanak? Nem, magam tényleg egy kő alatt nem. élek, úgyhogy nem. Jó. Nem. jó, Olvassátok el! Ezért járok jó. ide, hogy tanuljak. Nagyon jó, ilyen kicsit, tehát ilyen kicsit ilyen vallásos alapon van felépítve. Olvassátok el! Na, úgyhogy ennyit a Babylon 5 szerintem a világ legjobb szkifisorozata. Szerintem a legjobb sorozattól között van valóban, ami az első volt és megfogott benne, az az, hogy a, a, az űrben játszódó jeleneteknél végre nem volt hang. Pontosan. Nem volt effekt. Fizika fizikailag fizikailag volt. korrekt. Tehát eh, Miki, már csak azért is érdemes megnézned, mert hogyha te is háknis vagy arra, hogy eh, nem alkalmazzák a fizika törvé törvényeit a skifigben, tehát mondjuk, hogy van hang, akkor a Babylon amikor az űrben az... hallatszik a sikolyod. Igen, akkor a Babylon azért jó, mert ott nem csak, hogy hang nincs, hanem például Ugye ez egy olyan űrállomás, ahol mesterséges gravitációta az űrállomás forgatása által tartják fönt, uh -huh. és amikor mutatják a kitekintő ablakokat, akkor valóban forognak a csillagok, illetve nem a csillagok forognak, hanem az űrállomás, csak ugye úgy tűnik, mintha a csillagok forognának. És akkor Ádám Muszáj megkérdeznem, hogy volt-e kedvenc szereplőd a Babylon ödvöl. Garibaldit kedveltem, nemrég ez... nem halt meg Igen. pár évvel ezelőtt, és amúgy a Dilent játszó színésznő is, aki ugye ő is elhúnyt, már nem akarom. Hát a legtöbben már nem élnek. Ő, ő, ő például volt itt Magyarországon. Igen. Egy... 10, Na, nekem éve 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 is Garibaldi éve. volt a kedvencem. Különben, ami azért volt vicces, mert... a Na, meséljétek, hogy egy olasz szabadságharcos szerepel a sorozatban. Nem, hanem őróla kapta a nevét, bocsánat, Ádám, és ez azért vicces, mert az első kettő vagy három évadban a Garibaldi szobájának, a, a csengőjének a hangja, az pont a Jön Garibaldi című olasz dalnak volt a dallama, és én ezzel nagyon jókat röhögtem. Ő volt az állomásnak a biztonsági, biztonsági főnöke, így van. De én még szerettem egyébként, nekem bejött a Gikár, Jikkár ja. nagyon. Neki nagyon tetszett a neve, és a magyar változatban Horányi László volt a hangja, ugye, aki Pikárt kapitány, hát eredeti magyar hangja volt, ugye, Vargati József előtt a TV3-as változatban, meg a kapcsolatfelvételt című filmben, és én nagyon szeretem az ő hangját, és ez valahogy annyira, annyira jó volt, meg jó volt a szinkron is egyébként. Szerintem, aki nem látta, annak érdemes megnézni át. Evezzünk akkor tovább, és most akkor már a modernkori filmekkel, meg sorozatokkal. Nagyon gyorsan az a tavalyi, tehát a 2021-ben megjelent dűnéről egy pár szót szeretnék. Ugye nekem a, a dűne volt az a regény, megint csak a regény, ami engem a Skifi útjára rávitt. Tehát azért az előbb elmondtam, hogy én nem olvastam Skifit, az előttig, mielőtt a férjemet meg nem volna. De ez most mindjárt ellent mondok önmagamnak, mert 13 éves koromban anyám kezembe nyomott egy könyvet. Anyám nagy Skifis. Anyám kezembe nyomott egy könyvet, hogy ezt olvast el. Ez a könyv volt a dűne. Ugyanez az anyám volt az, aki három évvel előtte leültetett a tévé elé, és megnézette velem a jedi visszatért. Nem tudom, hogy miért pont az, de mármint, hogy miért pont a legutolsó rész, de megnézett. Tehát így lettem én Star Wars és, és Skifi rajongó. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy a dűnét 13 évesen olvastam, és ez volt az első Skifi, amit olvastam, és iszonyatosan tetszett. Ugye én is láttam a... A, az első dűne filmet, amit készítettek. Nyilván azt tudjuk, hogy olyan, amilyen. Aztán ugye jött villeneuve se sose tudom, hogy kell kérteni, mert franciából van. Filmre vitte ugye tavaly a dűnét, sokat csúszott. Ez nem lehet, hogy az Villeneuve, Vi mint villeneuve. az Lehet, hogy Villeneuve. Ja, tényleg, ja. mint a Jacques Villeneuve, igazad van. És filmre vitte, ugye sokat csúszott, ugye a hülye, hülye Covid miatt. Már a szereplő válogatásnál én nagyon meg voltam elégedve, tényleg, ahogy, ahogy például mutatták, hogy a Timothy Salamé lesz ugye a Paul Atreides, tehát én így ránéztem, hát mondom, tökéletes. Aztán a, a Skarsgårdnál például meg se lepődtem, hogy Harkonnen, tehát így ránéztem, hogy a Skarsgård szerepelni fog a dűnében, még nem lehetett tudni, hogy kit fog játszani, tehát mondom, tuti, hogy a Harkonnen, tehát teljesen úgy néz ki, hogy őt is játszotta. Úgyhogy nagyon jó volt a szereplőválogatás, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a ez a, vil, hogy mondtad Miklós? Hát én Villeneuve-nek Villeneuve, nem mintha Villeneuve, tudnék franciául. Én se tudok. Tehát Villeneuve fogta a regényt, a, a regénynek az esszenciáját, nyilván egy regény adaptációnál nem lehet százszázalékosan adaptálni, de tényleg fogta a regény esszenciáját, és fölvitte a vászonra. És Fantasztikusan jó volt, tehát, tehát nagyon szép, nagyon jól el van mondva a történet. Tény, hogy nagyon, nagyon szubkultúra. Tehát tényleg azoknak készült, akik olvasták a könyveket és ismerik ezt a világot. Tehát ez el, el is lehet mondva, hogy az, aki nem olvasta, az elmehet rá, de nem fogja érteni. És tényleg így is lett, mert nagyjából ilyen negatív kritikákat csak azok írtak rá, akik abszolút nem tudták, hogy miről van szó. Nem ez a film volt az, amit Magyarországon forgattak? de részben Magyarországon forgatták, igen. Amúgy mostanában egy csomó mindent ott forgatnak. Tehát nagyon jó volt maga a cselekményt, nagyon jól föladaptálta a vászonra, nagyon jók voltak a, 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 a képek, a vágások, és gyönyörű volt a zene. Tehát nagyon szép volt a, a zene. Úgyhogy ö, ö, nekem ez volt tényleg így az év filmje. Nem tudom, hogy ti láttátok-e. Nem, és én megmondom őszintén, tudom, hogy létezik a film, de én is egy kül alatt élek. Szerintem biztos láttam gyerekként az eredetit, vagy a, vagy a régét, változatot, de biztosan nem fogadt meg, mert semmit nem tudok felidézni belőle. Jó, hát érdemes, mert tényleg nagyon jól sikerült. Hát nézzétek, meg kell, hogy valljam, hogy én nem, nem, nem ismerem ezt az egész univerzumot, ugye, mint mondtam, hogy én... Te, te is, is egy kő De ezt már annyiszor elhangzott ma, hogy szerintem rekordot döntünk ebben az adásban, tehát, hogy... Na, hát ugye most már csak ott? kettő van vissza, két jelenleg is futó sorozat, tehát amiknek most mind a kettőnek a második évada ment le, és a harmadikat várjuk, az egyik az a For All Mankind, vagy For All Mankind. Yeah, yeah, yeah. Á, ismered? Volt róla, volt róla szokolébreztő, hallgassátok Ó, meg. nagyon jó. A, na, meghallgatom, meghallgatom, mert amúgy nekem pont az a tapasztalatom, hogy ezt a sorozatot még a, a, a nagyon skifiben benne lévő, vagy akár űrkutatást ö, szerető emberkék, rajongók sem feltétlenül ismerik. Tehát én is, azért mondjuk ugye én, mint... Ö, amatőr csillagászattal foglalkozó személy elég sok embert megkérdeztem, hogy na és a forelmenkáj, és mindenki így nézett, hogy az mi. Kedves gyerekek, a szokolébresztő 109. epizódját keressétek a parallaxis.emtv.hu-n, vagy akármelyik platformunkon. Na, és a, ugye a forálmenkány, hát akkor aki a Szókol Ébresztőnek ezt az adását meghallgatta, az már tudja, hogy ugye ez tulajdonképpen egy ilyen alternatív történelmi idővonal, tehát igazából Skiffy, ugye szerintem minden, ami alternatív idővonalon játszódik, az, az ugye nyilván Skifinek minősül, és az az alapfelállás első évad, hogy a, az oroszok voltak az elsők, akik leszálltak a holdra, és ugye az amerikaiak megszívtak gyakorlatilag. Hogy nem ők lettek az elsők. Tehát itt, itt megfordult a, a mi ö, történelmünknek a menete, és ez aztán elindított az amerikaiakban egy egy ilyen ú, ö, újfajta szellemiséget, hogy jó, akkor ők is, de akkor mutassanak ők is valami újat, és például nagyon sok ugye női űrhajós is aztán ö, színre lép. Na most ami szép az egészben, hogy rengeteg a valós személy. Tehát például a, az egyik főszereplő, meg, illetve több több mellékszereplő is, valós személyeken. Tehát például a Sally Ride is szerepelt a második évadban, tehát az első évad végén. Második, második évadban. évadban, köszönöm. Igen. Szóval ő is szerepelt benne, tehát, tehát nagyon rengeteg, tehát gyakorlatilag majdnem mindegyik szereplő az, az vagy valós személy, vagy valós személyen, alapul. Ö, akik így ugye van. így a, a 60-as, 70-es éveknek, hát inkább 70-es éveknek ugye az űrhajósai, illetve űrhajós női ö, voltak. Ami nekem ugye nagyon tetszett, hogy tényleg valós személyekkel, ö, ö, valós személyeket használ. Föl. A másik, hogy iszonyatosan drámai. Tehát ez az a sorozat, ami, ami egyszerűen a, a falhoz vág. Tehát személyi, emberi drámák is vannak benne, illetve ugye illetve ott vannak maga, maga a, a, a holdra szállása, és aztán a holdon való megmaradás körüli drámák, de tényleg a személyes drámák a a leg, 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 leg mélyebbek és legjobbak, és állandó jelleggel azt éreztem minden, szinte minden epizód után, hogy, hogy egyszerűen oda csapott a falhoz. Na most ehhez a sorozathoz én azt gondolom, hogy kell egy lelki világ. Tehát végignézed az első évadot, megszokod, hogy igen, ez egy olyan sorozat, ami, ami a tényleg oda vág a falhoz, és amikor jön a második évad, akkor arra rá kell hangolódni. Szóval ez nem egy ilyen kis, jó, jó van, A második kezdjük el évad nézni. még jobban Az még vág. durvább, igen. És jó, jó van, kezdjük el nézni, majd ott elvidulunk rajta. Nem, tehát erre rá kell készülni, és ugye főleg a második évadnak a záró epizódjai, úgyhogy, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert, mert fantasztikusan jó különben. Hát ebben csak egyetérteni tudok, de igazából én, én, már egy adást itt beszéltem egyedül erről a sorozatról, úgyhogy én most visszafogom magam, csak annyit, hogy egyébként még, ha valaki nem csak az űrkutatás iránt érdeklődik, hanem az amerikai történelem, meg a világ történelem iránt is, akkor is minden apró részletben baromi izgalmas dolgokat fog találni. Tehát ez egy olyan alternatív világ, ahol például második János Pál Pápa elleni merénylet sikerül, Viszont a John Lennon elleni merénylet nem. Vagy például olyan, hogy talán épp az űrprogram űr horribilis költségei miatt már a Nixon már a 70-es évek elején, 72-ben azt hiszem, békével lezárja, a, vagy 71-ben lezárja a film szerinti világban a vietnámi háborút. Az ERA, az Equal Rights Amendment-et, a egyenlő jogi, Kiegészítését az amerikai alkotmánynak, ezt az alkotmánymódosítását, ezt ezt általánosan elfogadják már a, már a 70-es években. Tehát bizonyos szempontból érdekes módon, hogy, hogy sok szempontból egy jobb világ bontakodsz, hogy ki, sok szempontból meg rosszabb, de iszonyú érdekes, és tényleg fanatikusok csinálták, mert minden kis marhaságra figyelnek. Tehát nem tudsz észrevenni egy olyan plakátot a háttérben, aminek ne lenne valami jelentése, vagy utána, szóval le ig ig igazi fanatikusok gyártották ezt a sorozatot. Igen. Én az, én az első évadot láttam, és nagyon tetszett, tényleg, abszolút azok közé a sorozatok közé tartozik, amit mindenkinek látni kell viszont olyan sok időt telt el a második évadig. Úgy voltam vele, hogy az első évadot mindenképp újra kell néznem ahhoz, hogy a második évadot is értsem, mert elfelejtettem már kb. az egész történést a sorozatból, ezért még nem volt rá érkezésem, hogy ennek és sort és még, még jobban megjárat, megváratnak minket, mert a harmadik évad az már csak jövő után jön, vagy valami ilyesmi. Ó, év, nem már. No, hát akkor a legutolsó, ez volt az én utólagos cserém, itt Ádámot megkérdeztem, hogy lehet-e az utolsó pillanatban változtatni, és Ádám jó fej volt, és azt mondta, hogy lehetett. Ú, de jó fej, azt a mindenét. Hát közétek is lőttek. Igen, mert én eredetileg, a... eredetileg az interstellárt akartam, de aztán láttam, hogy azt hiszem, Miki nálad lesz úgyhogy mondtam, hát jó, akkor arról úgy is majd Miki beszél, ezért egy másik sorozatot hoztam, amit pont tegnap sikerült befejezni, ez pedig a Before Inners, vagyis az időbe első két évad. De, Na most itt viszont, kedves fiúk és kedves hallgatóink, én nagyon keményen spoilerezni fogok, és mire ez az adás megjelenik, még akkorra is ez egy viszonylag frissen befejezett sorozat lesz. Úgyhogy aki nem akarja tudni, hogy mik a nagy csavarok a sorozatban, az nem tudom, fogja be a fülét, vagy tekerje át. Tekerjen előre. <laughs> tekerjen előre, mert ezt nem tudom elmondani spoiler nélkül. Alapvetően a migráció problémájára épül. Azzal csavarja meg az egészet, hogy itt a migránsok azok a múltból. Érkeznek. Tehát van egy jelenkori alaphelyzetünk, ugye Északi sorozat Norvégiában játszódik, de, a múltból, nem is a jövőből, hanem a Nem a, múlt nem, a múltból, de és hogy, nem tudjuk, hogyan? hogy miért. Nem tudjuk. Aha. A harmadik évadban nekem most van egy elméletem, hogy miért. Volt egy ilyen de nem, régen. Fejtették ki eddig, hogy miért a múltból. De ez azt jelenti, hogy a múltból, hogy a legkülönbözőbb korokból. Tehát feltűn, vízből, tehát a vízen keresztül vannak az átjárók, és a vízből jönnek ki, hát ugye nyilván úgy kell őket kimenteni, az ősemberektől kezdve egészen a 19. század a delei emberekig mindenféle ember megfordul. Ugye mivel Norvégiában járunk, tehát éjszakon elég sok a viking. És a főszereplőnk az egy uh, Alfhildul Dottir nevű uh, viking származású, tehát a viking korból származó uh, nyomozó nő, akinek van egy uh, Lás nevű uh, nyomozó partnere, egy idősebb uh, pasi. És ugye nyilván megvan ez az alaphelyzet. Na most, ahogy te, Miki, az előbb mondtad, a Foral Men ugye a plakátokat a háttérben, itt is nagyon okos a sorozat. A Coca-Cola meglovagolja ezt az időbevándorlási hullámot, és akkor erre kidob egy terméket, vagy nem tudom. Tehát rengeteg ilyen, ilyen dolog van a háttérben. Tehát nagyon okos a sorozat, és nagyon jól fel van építve. Ugye mindig van, nyilván, mivel ez egy alapvetően krimi, ugye mindig van valamilyen gyilkossági jó. szál, amit ugye ki kell nyomozni. Ugye annyit tudnak az elején, hogy jönnek ezek az időbevándorlók a múltból, de hogy ez vissza Fele nem lehetséges, tehát a jelenből nem lehet visszamenni a múltba a főszereplő hölgyről is kiderül, hogy ő vikingként nőtt fel. A második évad az alapvetően a hasfelmetsző a sztoria köré épül, annak ellenére, hogy ugye Norvégiában járunk. Tehát akkor ez olyan típusos sorozat, akkor jól értem, de hagyj hagy gondolkodni. Tehát, igen, hogy nem igen, a ez rági, nagyon nagyon hanem... gondolkodtat, és nem rágja szájba a dolgokat. Nyilván, mert, mert északi. Tehát, hogyha valaki mondjuk néz északi krimiket, vagy olvas, akkor sok hasonlóságot fog felfedezni mert ugye hasonló, tehát ugye északiak csinálták. Természetesen amúgy nagyon naturalista, tehát rengeteg benne a mesztelenkedés. De amúgy nekem simán kedvet csináltál ehhez, tehát ez szerintem ezt frankul nézni kell. Ez jó, ez, az, ez jó. Van egy nagyon jó regény, a Tom Svetterlich-től a Letünt Világok című regény, ami egy hasonlóan, ennél sokkal jobban csavaros, időutazós, alternatív idővonalas, itt is van különben alternatív idővonal, egy, egy rész erejéig, tehát alternatív idővonalas regény, ahol a főszereplő szintén egy ilyen időügynök, és próbál megoldani egy katasztrofális eseményt, és aztán, ahogy megoldja, az valami szonyatosan földhöz tudja vágni az embert, nem egy csavar van a végén, hanem van nyolc darab csavar így az utolsó négy fejezetben, és így folyamatosan így olvasod, és azt mondod, hogy Basszus. És olvasol tovább, és megint basszus. Tehát nagyon-nagyon jól mahinál. Az is, és ahogy néztük a férjemmel most tegnap az időbe vándorlóknak ezt a záró részét, és mindketten olvastuk ezt a könyvet, és néztünk egymást, hogy lehet, hogy valamelyik rendező olvasta ezt a könyvet, mert nagyon hasonló, és nagyon hasonló dolgokkal mahinál. Úgyhogy nagyon jó ez a Before Inners, ö, című ö, sorozat, pláne, hogy egy aktuális témára is érjük. Ja, mint For Ignals, csak Before Ignorance. Igen, Ignals. tehát Before, Ér, nagyon ez egy szójáték, szó szójáték, ugye. Na, és ez, ez Inners... Norvégul, hogy van ez a for... szójáték? Kej ne állnunk! <laughs> Ja. Nem tudom. Tehát ugye ez egy szójáték, ugye foreigners, mint idegenek, tehát hogy ugye úgy idegenek, mint idegen emberek. Külföldi. Külföldiek. Igen, with before, mint ugye előtte. Tehát ez egy nagyon jó kis szójáték különben. Azért teszem be, hogy, hogy, hogy kiskorban olvastam egy ilyen Nemere István regényt. Ő ugye valószínűleg a legtermékenyebb magyar író, tehát most ezt nem lehet elvenni a csávótól, hogy ő mindenről is írt könyvet. Tehát a, most, most, most hagyjuk azt, hogy azok milyenek, az, az, hullámzó, de, de az biztos, hogy a jókai összes, az a kanyarban sincs a Nemere István összeshez képest. de mindegy, és, és, és olvastam egy ilyet, amiben az volt, hogy hogy, a, hogy, hogy, egy űrutazásra mentek a gyerekek, és aztán, vagy egy, az emberek, és aztán meg kellett szakítani a repülést, és akkor a középkorba pottyantak, és hogy ez hogy a tökönben lehetséges, amikor visszafelé nem lehet utazni, és akkor nagyon-nagyon lassan megfejtették, hogy igazából ők egy távoli jövőbe utaztak, ahol voltak olyan emberek, akik ilyen Westworld-szerűen, csak akkor még nem volt Westworld, ugye, gyakorlatilag hátra hagyták a modern életüket, és kifejezetten beköltöztek egy ilyen rezervátumba, ahol úgy élhettek, mint a középkorban, és akkor ezt a regény végére így sikerült megfejteni, hogy aha, Na mindegy, szóval ezek jó, jó pofa dolgok, de hát ez persze, ez, ez, csak ez a kanyarba sincs ehhez képest, ami itt történik ezek szerint a norvégoknál. Egy rövid szünet után Miklós listájával folytatjuk, maradjatok velünk. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön diával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.mtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.mtv.hu Miklós listája. Jó, hát ha már Miklós listája, akkor Jú, ez egy nagyon csúnya átkötés lesz, akkor nézzünk egy Spielberg filmet, de, de nem listásat, hanem csak én listáztam, ugye mi van itt nekem, miket írtam össze, hát ez szerintem ezek lejárt lemezek. Az artificial intelligence az rajta van az én listámon, természetesen a mesterséges intelligencia. Ugye 2001-es film, tehát 21 éves amerikai science fiction dráma, amit ugye maga a nagy Spielberg rendezett. Én egyébként nagyon szeretem Spielberget, és tudjátok jól, hogy én a science fiction definícióját máshogy használom, mint ahogy a legtöbben szerintem. Ugye ezt sokszor elmondtam már, hogy például nekem a Jurassic Park az abszolút science fiction, mert fiction és. és, és sokkal több science van benne, mint mondjuk a, mit tudom én, a Star Wars-ban, ami viszont egy űrben játszódó fantasy. Egyetértek. Tehát egy... Ugye? De például a Jurassic park De mindegy, de most én, 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 én direkt erőt vettem magamon, és, és, megembereltem magam, és a Jurassic Parkot nem hoztam be ide, mert á, csak azért is, mert még Csabával arról csináltunk egy adást, amikor valami teljesen indokolatlan évfordulója volt. Tehát valami ilyen, izé, ilyen mit tudom, 24 és feledik éve mutatták be. de mindegy, szóval találtunk valami ürügyet, hogy csináljunk. El. Na mindegy, de az meg volt, lecsumáztuk a dolgot, de valahogy az Artificial Intelligence-ről nem beszéltünk. Ugye ez egy ilyen post apokaliptikus világ, ami egy klímakatasztrófán van túl az emberiség, és akkor viszont ugye jól tudjuk, hogy persze itt vannak velünk az androidok, és akkor ugye ez egy terméketlen házas pár, aki egy ilyen, hát egy robot gyereket örökbe fogad, akit szeretnek, és, és igazi kisfiúként nevelnek, aztán ugye az történik, hogy amikor végül aztán ténylegesen sikerül biológiailag teherbe esni, a, 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 nőnek, akkor, akkor, és valahogy nem jönnek ki jól az, az, igazi biológiai gyerekkel, nem jön ki jól ez a, ez a kis robot, aki egyébként teljes mértékben úgy néz ki, mint egy igazi kisgyerek, meha gyerek, ugye így mondják azt, mert mechanikus, mechanikus, de ez kívülről egyáltalán nem látszik. Davidnek hívják egyébként. De ő neki az is a dolga, ugye, hogy, hogy azért is létezik, Igen. hogy örökbe fogadják. Igen, tehát, hogy... És ugye ezekről azt kell tudni, hogy ezek, ezek végig azok is maradnak, amik, tehát ő nem, nem ő ugye nem tud enni például igazi ételt, és és, 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 persze nyilván van benne valami hiper-szuper magfúziós meghajtó egység, hogy sosem merül le az eleme, ugye erre már nem emlékszem, Szám, de az a lényeg, hogy, hogy, ő nem öregszik például, és, de ő teljes egészében intelligens. Tehát ő egy igazi mesterséges intelligencia, ő nem egy, egy kenyérpirító, vagy, vagy hogy, hogy, hogy hívják a szájlonokat, ahogy a, hívjákban, a Battlestar Galaktikában. Hogy nem, ő, 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 egy abszolút öntudattal rendelkező kicsi lény. Tehát lényegében ez a Pinocchio történet, a, a, és én egyébként kisgyerekkoromban is, óviskoromban is imádtam a Pinocchio történetet, ezt velem, mint kisgyerekkel többször el kellett játszani. Na most a sztorit egyébként mindenki ismeri, ez a, ez a kisgyerek egyébként próbálja itt megérteni maga körül a világot, ez a mesterséges kisgyerek, de őszintén szólva ez a film is, mint minden, amit választottam, azért érdekes számomra, mert olyan gondolatokat hozott be, amiken azóta is pörgünk, és most már egyre aktuálisabb lesz. Tehát a mesterséges intelligencia, mint probléma. Mit kell csinálnunk ezekkel a személyekkel, akik majd létrejönnek? Egyébként, egyébként ez egy, egy Brian adis nek a novellájából írták ezt, egy ezek, ez es Super Toys Last All Summer Long. Tehát a szuperjátékok egész nyáron át tartanak című, hát így ilyen borongós novellából írták ezt az egész filmet. Ugye ilyen könyvet. Watson írta a forgatókönyvet. Így van, bizony, zseniális. Az biztos, hogy Kubrick még akkor, amikor olva, ugye megjelent a novella 69-ben, és a Kubrick a 70-es években megvette a jogokat. Igen, ő mindenképp meg akarta csinálni, hogy ez egy gondolkodtató film. Tehát itt, itt van az, hogy, hogy, hogy először felmerül, szerintem talán a filmtörténelemben az egyik ilyen első alkalom, amikor a, az érző, érző gépek dilemmája. Nyilván sokszor megjelent már, hát nyilván a Star Trek-be például... De, de ott van -a ugye voltak. a száz a éves ember, jól mondom? 200. 200. éves ember, igen. Mit csináljunk az érzőgépekkel? És akkor ez felveti a kérdést, hogy, hogy oké, okay, hogyan tudjuk meg egy gépről, hogy tényleg érez. Egyáltalán hogyan tudjuk egy állatról, hogy érezett? Tehát, hogy mind a mai napig hallunk olyan állításokat, nagyon gyakran és elterjedten, hogy jaj, hát az állatoknak nincsenek érzései. Ez szerintem egy természetesen ez egy szörnyű gáz dolog, de felmerül a kérdés, hogy honnan tudnánk, ha lennének, vagy egyáltalán honnan tudnánk, hogy egy lény értelmes. Ugye most vannak ezek a dolgok, ugye az Ellen Turing, a tragikusan elhunyt brit brit számítástechnikus, programozó, matematikus Zseni, aki segített a briteknek megnyerni a második világháborút, hogy feltörte az enigmát, amit a, a, a britek aztán kaszt, kémiai kasztrálással honoráltak. Ugye, ugye ő, ő volt az, aki, akinek a nevét viseli ez az általa felvetett koncepció, a Turing-teszt. Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan lehet megállapítani egy mesterséges intelligenciáról, hogy tényleg mesterséges intelligencia-e. És az a vicc, hogy nem lehet megállapítani, hanem egyszerűen elfogadod mesterséges intelligenciának, hogyha nem tudod róla megállapítani, hogy nem intelligens. Tehát ugye egyszerűen az van, hogy ha már egy órája beszélgetsz egy géppel, és nem tűnik fel, hogy az egy gép, akkor előbb-utóbb képtelen vagy elfogadni, hogy na jó, akkor ez átment a Turing teszten. Most már ezt szépen lassan közelítjük. Most, ha lesz egy olyan gép, ami tökéletesen el tud velem csicseregni napokon keresztül, pontosan úgy, mint egy igazi ember, akkor vajon állíthatjuk, hogy az tényleg intelligens? Ugye ezt nem fogjuk megtudni soha, mert ugye nem látunk, mint ugye másik emberekbe, tehát ugye tőlem aztán mi az összes többi ember is lehet egy, egy, egy olyan script, ami, ami megfelelő válaszokat generál, számomra meg, megfelelő válaszokat azzal a célfüggvényel, hogy átmenjenek a turing teszten de hát ebből igazából nem következik, hogy ők belülről ugyanolyan dolgokat éreznek, mint én. Tehát sose fogjuk megtudni, ez egy óriási dilemma, és hogy ezeknek a szerkezeteknek, lényeknek milyen jogaik lesznek, és mit lehet velük megtenni, és mit nem. És ez a kérdés itt van a küszöbön. És akkor ha már a, akkor átkötök egy másik filmre, ami végül is ugyanez a probléma, csak nem a mesterséges intelligencia a szempontjából, hanem a gémódosítás szempontjából, ami a Gattak. Ah. Ugye? Hát a Gattak az is egy nagyon jó film. Egyébként azt meg most tudtam meg, hogy a Gattak a címe, vagy mindig gondolom, hogy mit jelent az a Gattak. Hát Ezt a nem Gattaka... tudtad. Nem tudtam, nem tudtam. Ah. De most már tudom, hogy ugye a DNS-t alkotó bázis, bázisoknak a nevéből van összerakva, ugye még guanin, adenin, timin és citozin, és akkor ezek tehát a gattaka, az tulajdonképpen a GATT, -A, a ez tulajdonképpen egy, egy génszekvencia sorozat, ami valószínűleg nyilván mindannyiunk dns ében is benne van, mert hát ott aztán sok a bázispár. Szóval a Gattaka, az arról szól, hogy ugye lényegében kitermelhet. Ja, és akkor említsük meg, hogy kik csináltak ezt a szerintem zseniális 1997-es filmet. A, a rendező, egy akkor friss rendez, friss filmes rendező volt az Andrew Nicol. És ilyen, ilyen, ilyen szereplőket nyert meg, mint az Ethan Hawke, meg az Uma Thurman, meg a Jude Law. Szóval ez, ez, ez azért tényleg van itt minden. És mindenki. És az és tényleg... az ai -ba is játszik egyébként. Egyébként így van, bizony, bizony, bizony. És, a, és tényleg az alapprobléma bizonyos szempontból valamennyire hasonló. Ott ugye az van az AI-ban, hogy ketté válik a, a, az épített meg a biológiai lények, tehát a mechanikus meg a biológiai lények, gyerekek, felnőttek világa. Itt pedig az van, hogy egyszerűen úgymond csúnya szóval élve kitennézthetővé válik egy übermens típus. Melyik az a probléma, amivel szerintetek most a mai világban, vagy a közeljövőben jobban szembe kell néznünk? A kettő közül? Aha. Szerintem az a legszörnyűbb, hogy ez pont egyszerre fog beütni mind a kettő. Én szerintem jobban a, a az übermens. Igen, egyébként igen. Tehát tényleg az már most élhető. Ugye most konkrétan törvényel kell tiltani, de technikai akadálya nem volna egy csomó szempontból. És nem tudod, hogy hol vagy... van olyan eldugott labor Kínában, vagy akár Amerikában, ahol esetleg már nem kísérleteznek -e ezzel? Persze. Vagy nemzetközi Oké. Okay. Igen, mert meg ugye az a ugye kérdések. Tehát, hogyha van egy genetikai betegség, aminek kiszerkeztető, mondjuk egy ilyen CRISPR-rel, vagy valamiféle ilyen, Ilyen mechanizmussal, amiért tavaly előtt adtak azt hiszem kémiai Nobel-díjat, ami lényegében arról szól, hogy oda megy a DNS-be, megkeresett szakaszt kinyisszant, nagyon okos, ilyen bonyolult makromolekulák oda másznak, kinyisszantják, összekapcsolják a DNS-t. Genetikai betegségeket lehet ilyen módszerrel gyógyítani, hasonlóképpen, ahogy. Tehát ez végül is ugyanolyan dolog, mint amikor a szemervész rájött, hogy kezet kell mosni és akkor a kevesebb gyerek halt meg. Lényegében ez is egy, egy ilyen módszer. Tehát, de most ez a kérdés, hogy milyen szintig tudsz bele érdemes, vagy szabad, vagy, vagy etikus belenyúlni a teremtésbe. A vallásnak kell erre válaszokat adni, de, de de valláson kívül is meg kell, most jogilag egyébként legtöbb helyen úgy húzzák meg a határokat, hogy például törvény tiltja az olyan beavatkozásokat, ami például azt célozza, hogy mit tudom én, milyen színű legyen a gyereket szeme. Teljesen természetesen adódik, hogyha ilyen übermensek létrehozhatók lesznek, ami nyilván a gazdagabb rétegnek lesz az elit dolga, az e nekik lesz, számukra lesz elérhető, akkor megint csak az lesz, hogy, és egyébként ezt egyébként a, nem szeretem nagyon idézni, mert szerintem túl van hype a csávó, de a Yuval Noah Harari nevű iz, izraeli filozófus-történész Fickó, aki ugye írja ezeket a könyveket, a Sapiens, a Homo Deus, meg ezeket a dolgokat. Ja. Ugye ő az, hogy a, a, aki, aki egyszer azt mondta valahol, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán is, és hát még pláne, azt meg én teszem hozzá, a gémondosítás kapcsán is, a legfontosabb az, hogy amivel nem foglalkoznak a science fictionök eléggé, az az, hogy hogy, hogy ez csak kinyitja a társadalomba szakadékát. Tehát még jobban szét fog válni mindkét esetben a szegények, meg a szupergazdagok világa. Pontosan ugye, mint a Gattakában. Pontosan, mint a Gattakában, így van. És szerintem arra való a science fiction, hogy ilyeneket... Tehát nem a tyumtyum -tyum lézerrel előjük egymást, a science fictionnek nagyon fontos társadalmi küldetése van hogy elkezdjünk foglalkozni olyan problémákkal, amik most még nincsenek itt, de baromira itt lesznek egy-két generáción belül. Nagyon fontos. És egyébként tök jó, amikor már úgy jutunk oda, hogy a science fiction-be ezeket végigjátszottuk, ezeket a dolgokat. Tehát szerintem ilyen szempontból az emberiség fejlődés szempontjából a jó science fictionnek nagyon fontos szerepe van, és szerintem mind az AI, mind a Gattaka ez abszolút betölti, amellett, hogy marha szórakoztató, kitűnő, elgondolkodtató, megríkató, stb. Filmek. Ugye akik hozzám hasonlóan kő, kő, alatt élnek, de más kövek alatt, ugye akkor a Gattakában, a arról van szó, hogy az egyik ilyen nem übermens ember mindenképp szeretne űrhajós lenni, de lényegében űrhajósok azok csak a, az übermensekből lehetnek gyakorlatilag, mert szinte esélytelen, hogy egy, egy, egy sima, sima gyári, vagyis pont, hogy nem gyári, hanem természetes úton létrejött ember. Tudja a kritériumokat teljesíteni, és hogy mi mindent képes egy elhivatott ember megtenni a célja elérése érdekében. Micsoda Hát igen, g -A, -T -T -A, -C a Na mi legyen akkor a következő? Mondtátok, hogy top 5, de nem raktam ám sorba. Nem, jöjjön az Interstellar. Szóval az Interstellarról meg azt gondolom, hogy azt már viszont tényleg mindenki látta. Tehát vannak kövek, amik alatt élünk néhányan, de az Interstellar című 2014-es amerikai science fiction Christopher Nolan-nek a fejlethetetlen, szerintem tényleg fejlethetetlen filmjét, azt tényleg mindenki látta. Az az öbbenet, hogy nem csináltunk róla adást. Ugye az egyik leghíresebb dolog a, a filmmel kapcsolatban az az, ahogy végre megjelenítették a. Így van. van fel, igen. Így van, így van. Hát igen, tehát ugye itt Kiptorn volt felkérve eleve. Sőt, a Kiptornak az ötlete volt a film. Ugye Kiptorn 2014-ben segített be ebbe a filmbe, de olyannyira, hogy kb ő kapacitálta, tehát ő volt az egyik ötletgazdája kezdettől fogva, hogy legyen egy ilyen film. Kip Thorne azóta 2017-ben egyébként Nobel-díjat kapott fizikából, Ugye, de azért ez is egy regény alapján készült film, szóval. Így van, de azért nagyon sokat hozzátettek, és amit, am amire utaltál, egyszerűen itt konkrétan az történt, hogy a Kip Thorne és a barátai, ezeket a hollywoodi filmtrükk mestereket, akik a CGI-t, a képi effektusokat csináltak a filmhez, konkrétan megtanították őket nekik az általános relativitás elmélet szükséges alapegyenleteit, amivel ők konkrétan le tudták modellezni hogy hogyan néz ki például a gravitációs lencse hatás egy fekete lyuk eseményhorizontja körül. Tehát nem az, hogy művész ilyen odapacsmagoltak valamit, hanem ott konkrétan a fizikailag helyes egyenletekkel számolták ki, hogy mi, 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 jelenjen meg a filmben, és, és ennek megfelelően olyan részletességgel megcsinálták ezt a dolgot, mint még soha, úgyhogy ebből konkrétan tudományos publikációk szület. Tehát konkrétan a kiptornék publikálták a, film, a, 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 CGI mesterekkel együtt összehozott eredményeket, mert ez volt az addigi legjobb modellezése annak számítógépben, hogy hogy nézhet ki a téridő görbülete miatti fényelhajlás egy feketejük közelében. Nagyon-nagyon sok minden hiteles a filmben, és nagyon sok minden olyan, hogy, hogy akár igaz is lehetne. Van néhány-néhány apró probléma, most például van az a, a, az a bolygó, amire lereszkednek, ami közel, közel kering egy feketejük eseményhorizontjához, olyannyira, hogy, ők, hogy akik leszállnak, azok csak nagyon rövid időt vannak ott, de aztán amikor felszállnak, akkor ugye a idődilatáció. Akkor idődilatáció lép föl, így van. Tehát ez az egyik ilyen, ez a gravitáció siker paradoxon tulajdonképpen, hogy a, a feketéktől távol keringő űrhajóban közben 23 évvel több telik el. Tehát a barátjuk, aki ott maradt az űrhajón, az jól megöregedett. Most ezzel ugye csak az a baj, hogy én kiszámoltam, hogyha tényleg ennyire közel keringene, hogy ez a 23 éves idődilatáció lehetővé váljon, akkor az a bolygó az nem maradna egyben, mert akkor az annyira közel lenne már az esemény horizont, vagyis hát magához a fekete lyukhoz, hogy, hogy egyszerűen, mint ahogy a Szaturnusz esetében is történt, aminek lett egy szép gyűrűje, ugye, hogyha bizonyos rosé sugárnak nevezett távolságon belül kerülsz egy gravitáló testhez, akkor annyira nagyjá válnak az árapály erők, hogy széjjel szakad a bolygó hogyha elég nagy, tehát egy ekkora bolygó nem maradhatott volna egybe, hogyha annyira közel keringett volna ahhoz a fekete lyukhoz, hogy 23 éves idő dilatációt okozzon. Hát ezt nyilván a kiptorn is kiszámította, de hát mondta nekik, hogy jó van, ennyi bele kell, hogy férjen, na. Úgyhogy ilyenek vannak benne, egy-kettő, de mindegy, szerintem csodálatos film, mindenki látta, úgyhogy gyorsan robogjunk is tovább egy másik filmre, amit szintén mindenki látott, és, és ha emlegettétek, hogy Budapesten forgattak filmeket, hát a The Marsant, vagyis ennek is segítsetek a magyar címekben. Bocsánat, nem, nem mert mentő expedíció a igen, magyar címe. Igen, valami ilyes de mit. borzalmasan rossz igen. címet adtak neki, mert ugye van már olyanunk, hogy Mars e mentő opció. Van, van tehát hogy akció. igen. Geri színész, az egy Geri geris igen, játszik benne. Igen. És akkor 2014, máig emlékszem, 2014 novemberében San Franciscóból jöttem haza egy konferenciáról, leszálltam a Ferihegyi Reptéren, és akkor kiszálltam, és akkor ott láttam, hogy Mission Patch, tehát tudjátok, mi az a küldetések emblémája, amit az űrrepülésekhez terveznek, amin egy mars felszín Stilizált mars és föld volt rajta, és egy háromszög alakú logó, és az volt ráírva, hogy Artemis. És, és, és azt szorongatta valaki, egy ilyen csapat ott a reptéren, akik vártak olyan embereket, akik a Kaliforniából átszállással érkező repülőgépről kiszálltak. És akkor én nem tudtam, hogy hát ez pont úgy néz ki, meg talán rá is volt írva, hogy náza. Ja, bocsánatot kérek, mert nem is az volt ráírva, hogy és mert ezt már csak én érzelem meg, hanem az volt ráírva, hogy Árész 3. Most már emlékszem, Árész 3. Most mi lehet az az Árész 3? Kiderült, hogy ugye ezt a filmet részben Budapesten forgatták, pedig nagy részben, és akkor ők éppen ezzel a logóval várták a nyilván Hollywood felől érkező filmmunkásokat, tehát még az is tehát, hogy a Matt Damon és azon a Repcsin jött, én nem tudom, ezt annyira nem figyeltem, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy azóta persze mi budapestiek tudjuk jól, hogy a, hogy az amerikai repülésirányító központ és a kínai repülésirányító központ az a kettes villamossal három vagy négy megállónyira van egymástól, hiszen az amerikai az a bálnában van, a kínai pedig a műpában. Na, igen, meg persze jól fölbukkan a hév is, de egyébként az a legszebb az egészben, hogy én imádtam az Apollo 13-ban azt a jelenetet, amikor az emberek elkezdenek azon tanakodni, hogy hogyan berheljék össze a széndiokszid szűrő berendezést a kabinban felelhető eszközökből, és azt mondtam, hogy na ilyen jeleneteket még órákon át elnéznék. Na és ez lett a Marson. Igen. Igen, és akkor mindenki tudja, hogy a marsi az arról szól, hogy hogyan termesszünk egy idegen bolygó felszínén krumplit a saját örülékünkből. Így van, így van. Innen üdvözöljük a fő kutatót Csabát, aki, az, aki, aki bizony foglalkozott kérdésköllel, hanem is marsi körülmények között. Majd arról is beszélünk egy szép napon a Parallaxis podcastban, hogy hogyan lehet növényeket termelni marsi körülmények között, csak figyeljetek. Na, viszont oké, okay, Minden rendben van ezzel a filmmel, kivéve az alapproblémát, azért azt szeretném elmondani, ahogy így átsuhanunk, és ezzel egyébként Andy víris is tisztában volt már abban a pillanatban, amikor megírta ezt a filmet, hogy hát a Marson az remek, 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 ám de az egész alap probléma, ami úgy kezdődik, hogy a Marson van egy óriási porvihar, ami annyira erős, hogy feldönti az űrhajókat, és menekülni kell, az csak részben igaz, mert a Marson valóban vannak óriási porviharok, amik konkrétan annyira nagyok tudnak lenni, bizonyos évszakokban, hogy a mars körüli keringő űrszondák nem tudnak lelátni a felszínre, mert annyira föl van Kavarodva a por. Ám de a Mars légkörének annyira iciri piciri a sűrűsége, és olyan kicsi a nyomás, hogy bármilyen erős szelek fújnak is ott, az lényegében a, a az, az kis sűrűség miatt, még ha nagyon gyorsan is fúj, a szél által keltett dinamikai nyomás az egyszerűen nem lehet elég ahhoz, hogy ilyen károkat okozzon, hogy egy űrhajót feldöntsön például, vagy hogy megrongáljon egy bázist. Így, ahogy a filmben látjuk, ami miatt melekülni kell. Na, hát kitűnő mozi, de hát az idő szalad, úgyhogy egy klasszikus, csak annyit mondok, hogyha már forgó űrállomásokat, forgó űrállomásokat magasztaltatok a Babylon 5 meg a Deep Space Nine kapcsán. A Deep Space akkor... Nine nem forog. Nem, forog. Nem. De űrállomás. űrállomás. Most hol forgott egy mozifilmben először űrállomás? Hát természetesen a 2001. űrödőszájában 1968-ban Stanley Kubrick örökbecsű filmje, amiben egyébként már szintén megjelenik a mesterséges intelligenciával való problematika, például amikor ellenünk fordul, de nem úgy, mint a Terminátor, Terminator, meg ilyesmi, hanem konkrétan, ugye ott van az a Hell nevű szuperkomputér, ami Hát egyszer úgy dönt, hogy nem annyira szeretné, hogyha érdekelnének ezek az űrhajósok a fedélzetén, miközben repülnek a Jupiter felé. Egy biztos, hogy minden science fiction filmnek, és egyébként könyvnek is, mert ez ugye egyszerre írta az Arthur C. Clarke regényt, meg a filmforgatókönyvet, mind a kettő 68-ban jött ki, de hát azért ez mégiscsak egy Arthur C. Clarke produktum. Hát ez, ez az alfája és omegája szerintem, és mind a, a, a műfajnak, és mind a mai napig tökéletesen vállalható. Még kinézetében is. És hátborzongató, és csodálatos, és olyan szinten, olyan szinten megérdemel egy teljes adást majd egyszer, hogy én most nem is beszélek róla többet, mert a 2001 űrödőszeja az magáért beszél, és hogyha valaki véletlenül nem látta volna, akkor az nézze meg, igen, ez egy lassú film. Tehát a mai szemmel nézve ez egy rohadt lassú film, rögtön az elején, mit tudom én, tehát kell egy izé, tehát jó, aki tarbélán szocializálódott, aki a sátántangót nézegette, például annak ez egy ez sima, sima délutáni kis izé, könnyed kaland. Egyébként ugye az van, hogy mit tudom én, a az űrkomp megközelíti az űrállomást, és közben hallgatjuk a, a Kék Duna keringőt, jelenet hossza 8 perc. És akkor az történik. tehát ott, És akkor ilyen, tehát egy lassú film, de egy űrutazás is lassú, amikor majd a Jupiterre fogunk repülni, az is lassú lesz. És van egy méltósága az egésznek, és, és tényleg. És hát most már 2022 van, és nem ilyen lett. Van olyan film, ami ugye nem került fel a listátokra, mert én gonosz módon ilyen ötös listát kértem, de úgy érzitek, hogy azért így legalább a címét megemlítenétek, hogy mondjuk ajánlanátok ezt a filmet, vagy nektek számotokra sokat számít. Nekem egy sorozat van még, ami most jön ki, vagy már kijött az első része, nem vagyok ebben most biztos. Ez a 11-es állomás Eleven Station, ami megint csak egy regény adaptáció, és hogyha még valakinek nincs elege a vírusból, akkor ez pontosan arról szól, hogy a jövőben egy vírus kipusztítja az emberiségnek a jó nagy százalékát, és egy hát tulajdonképpen egy, egy színésznőnek, egy színházi színésznőnek a szemszögéből láthatjuk az egész posztapokaliptikus világot, aki járja a társulatával Amerikát, és azzal próbálják fel dobni az ilyen kis túlélő közösségeket, hogy ugye különböző színdarabokat mutatnak be, de maga a regény az egy nagyon csavaros és összetett, mert állandóan ugrál, a a jelen és a múlt között. És most ebből csináltak egy sorozatot. Érdekes hangzik, bár én nem nagyon szeretem azokat a filmeket, amiben ilyen flashbackek vannak, vagy, vagy két szálon fut a történet múlt és jövő között, vagy múlt és jelen, vagy jelen és jövő között, bárhogy is. De érdekes a koncepció, hogy szerettük az érkezés című filmet, mert ott is izgalmas volt, hogy végre egy olyan kapcsolatfelvételt látunk, ami nem fizikusok, meg nem tudom milyen okos tojások szemszögéből és mutatja be a dolgot, hanem nyelvészek szemszögéből. Így van, azt is, az is jó, hogy mondtad, mert azt, az, az kell mondani azt is, és akkor én is mondok megint csak ilyen visszautalok, én is tolok egy flashbacket. Parallax és Podcast 20, Spanok a Vegáról, Eli Rové és a Nem Elpocsékolt Világegyetem, vagyis a kontaktot is kibeszéltük, Carl az örök becsüljét. Ugye ő írta a regényt. Nekem az abszolút a kedvencem, tehát ha hát, egy top listát állíthatnék össze, nem, engem is ez a megtiszteltetés érne, mint titeket, hogy top listát <laughs> állíthattatok össze ebben a műsorban, akkor nekem mindenképp a top egy lenne a kontakt, megmutatja a mai világot, és azokat a reakciókat, amiket ma a társadalom és a politika adna egy ilyen dologra mindenestől. Szerintem abszolút, abszolút telitalálat az a film. Így van. Na és akkor, hogyha már itt tartunk, hogy a társadalom hogy reagál, hát akkor ugye most a legújabb Netflix uh, robbanás, ugye a ne Fel, nem tudom, hogy megnéztétek-e? Még nem, de érkezett hozzánk javaslat ezzel kapcsolatban, illetve kérdés, úgyhogy mindenképpen fogunk majd róla beszélni. Kell, és én megnéztem nyilván. Jó lesz az az adás, amiben kibeszéljük. Annak ellenére, hogy ugye nyilván már ezernyi alkalommal beszéltünk kisbolygó témáról, tehát már mindenkinek a könyök jön ki. Ja, Armageddonos tudjuk, Deep Impact-es, impact ott volt a is Weikartot, és erről kérdeztük, hogy izé, hogyan kell a kisbolygókat eltéríteni. De most ez egy teljesen más nézőpontot fog adni, aminek nyilván egyébként kevesebb köze van a kisbolygókhoz, mint inkább ahhoz, hogy az emberiség hogyan reagál például a koronavírusra, vagy a globális felmelegedésre, vagy úgy általában a propagandára. Szóval mindenképp egy Társ egy társadalom kritika, amiről mindenképpen kell beszélnünk valamikor. De ha kedves hallgatók, nektek is van toplistátok, azt nyugodtan osszátok meg velünk, akár elküldhetitek e-mailben, podcastkukacmtv.hu címre, akár komment formájában, bármelyik platformon figyelni fogjuk, úgyhogy legalább leszűrjük azt, hogy ti mire vagytok kíváncsiak, és akkor igyekszünk olyan műsorokat készíteni, hogy azokról a filmekről, a sorozatokról beszélgessünk itt adásban, amik, amik érdekelnek, illetve ezeknek a sorozatoknak a tudományos megalapozottságáról. Ez volt már a Parallax is, és ahogy Miklós már így Kikacsintva célzott rá korábban, egy olyan téma lesz a február 3-án érkező parallaxisban, és egy olyan vendégünk, dr. Mátyás Bence, aki az RTL Klub Cápák között című üzleti sójának egy korábbi részében a műsor eddigi történetének legnagyobb befektetési igényével érkezett a cápák elé. A kutató által képviselt vállalkozás ugyanis a marsra kíván jutatni olyan növényeket és technológiát, amelynek közreműködésével idővel talán megteremthetők lennének a földi élet feltételei. A téma és a kutatás ennél persze sokkal bonyolultabb és szerte úgy, úgyhogy egyebek mellett erről beszélgetünk majd dr. Mátyás Bencével itt a Parallax és következő részében. Lesznek kérdéseink. És ez egyben azt is jelenti, hogy Claudiától sajnos most egy időre búcsút veszünk itt a műsorban, de kérlek nyugtasd meg a hallgatókat és minket is, hogy ez a búcsú nem végleges és hamarosan visszatérsz közénk. Igen, ilyen nagyon terminátorosan még visszatérek. Ivan is Claudia és Vince Miklós nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet továbbra is. Kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, Ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.